Öreg apám bojtár volt, meg akkor kint őrizték a csordát a bolganyika nyarban. Délben odajött hozzájuk egy ember. Igen ágról szakadt volt, rossz foltos kabátot viselt, meg egy tollas kalapot. A bojtárok ott ültek a tűz körül, szürcsölték a tarhonyás levest, az állatok meg körbehevertek a bokrok hűsében, és csöndesen kérdőztek. Megsajnálták a szegény embert, odahitták, hogy egyen velük. Ne levest adjatok nékem, mondta, hanem egy kis frissen fejtejet. A bojtárok azt is hamar előkerítették. Odaadták neki. Hát amíg itta, egyszer csak így szólt. Jót tettetek velem, ez a tej erőt ad. Nagy szükségem lesz rá, mert ma még nekem nagy dolgom lesz. Mi az a nagy dolog? Kérdezték a bojtárok. Akkor elmondta, hogy majd délután jön egy nagy fekete felhő. Abban gyűn a fekete táltos fekete bikává változva, és avval kell neki megküzdenie. Fehér bika képében. De kérte a bojtárokat, hogy segítsenek neki. Ha a fekete bika lenne az erősebb, szaladjanak oda, és üssék el a csulkit a csörgős bottal, mert ha ő győz, akkor jó világ lesz. Ha meg a fekete táltos keveredik fölül, akkor igen nagy baj lesz, és igen nagy baj szakad a szigetre. Fogadottak is a bojtárok, hogy ők majd elverik alaposan azt a fekete bikát. Aval elköszönt, és el is ment. Végig ballagott a legelőn, aztán a végén fölmászott egy látófára. A bojtárok csodálkozva néztek utána, mert egészen tetejébe mászott. És aztán jött egy fehér felhő, és eltűnt benne. Ragyogóan sütött a déli nap, az állatok abba hagyták a kérőzést, és megindultak legelni. Egyszer csak délután hirtelen, ahogyan az ember megmondta, jött ám rohadt sarok felől egy fekete felhő. Egy-kettőre itt volt, és eltakarta a napot. Pillanatok alatt előugrott belőle egy fekete bika, és a fehér felhőből egy fehér bika. Azon nyomban összementek. Csak úgy csattogott a szarvok, küszköltek, rúgták a hantot, ahogy küszködtek egymással. Előbb a fehér bika teljes erőből tolta, szorította hátrafele a feketét. Hirtelen széjjel váltak. Aztán a fekete ugrott a fehér oldalának, hogy belevágja hatalmas szarvát, de az ügyesen kitért a halálos döfés elől. Összeugrottak, tompán koccant a homlokuk. Tolták, nyomták egymást, és most meg a fehér bikának kellett hátrálnia. Szaladtak a bojtárok, hogy segítsenek neki, de addig olyan tárgyóan rossz idő lett, hogy csak úgy szakadt az eső, meg dörgött, villámlott, és olyan szél kerekedett, hogy a fákat tördelte. Így hát nem tudta közelékbe jutni. Egyszer csak látták, hogy a fekete bika bezavarja a fehéret az égeresbe, aztán hamarosan csönd lett. Ahogy jött a vihar, úgy el is múlt. Kisütött újra a nap, és a madarak csicsergésbe kezdtek. Fölkerekedtek a bojtárok, hogy megnézzék, mi lett. A bikáknak addigra nyomuk veszett. Csak a letördelt ágak és az összetaposott sár mutatták a küzdelem nyomait. Nem telt bele 10 nap, olyan döggyütt a jószágra, hogy naponta 10-esével ásták el őket. Akkor mondta öreg apám a bojtároknak. Látjátok, ez ezért van, mert a fekete táltos legyőzte a fehéret.